most nékünk adatik. És Jézusnak neveztetik. Majd az új esztendő a fényes csillag feltetszik. Jákobtól világosodik. Ábrahámnak neveztetik. Majd az új esztendő Betlehem kis falucskában, karácsonykor éjféltájban, fiú Isten ember lett, mint kisgyermek született. Őt nevezték Jézuskának, édesanyját Máriának, kipójába takarta, befektette jászolba. Az angyalok fenn az égben, mennyei nagy fényességben, zengették az éneket, dicsőség az Istennek. Menjünk mi is Betlehembe részt venni a nagy örömbe, melyet mennyei atyám árasztott az éjjel ránk. A pásztorok is ott vannak, térden állva imádkoznak, ma született kisdednek, ajándékokat visznek. Egyik tejet, másik sajtot, a harmadik vajat hozott, nem ez egy kosárra már, az koszorús báránykát. Mennyei király születik, Úr Krisztus népünk adatik, és Jézusnak majd az új esztendő elkezdetik. Immár hagyomány, hogy karácsonyi koncertet adnak a gödöllői Erkel Ferenc általános iskola diákjai. Így volt ez pár hete is. December 21-én a református templomban adtak számot tudásukra az énekzene tagozatosok, illetve a zenét szerető tanulók. Ezúttal is nagy sikert aratott a koncert, köszönhető ez a felkészítő tanároknak is, Tóth Editnek, Somogyinék Kovács Andreának és Sándor Líviának is. Az Erkel Ferenc általános iskola igazgatója beszédében három érték fontosságát hangsúlyozta. Ez a szeretet, az elfogadás és a tisztelet. Mind a három nagyon fontos része az életünknek. Tudunk szeretni, megtanulunk elfogadni, és ahogy egyre növünk, okosodunk, érünk, meglátjuk azt is, hogy kit miért tisztelhetünk. Ez az írás a családhoz kapcsolódik, hiszen ez a legbensőségesebb, legkisebb közösség, ami végül is igazán a karácsony ünnepét és a megemlékezést jelenti. Ann Landers változó apakép. 4 évesen azt mondjuk, az én apukám mindent tud. 5 évesen az én apukám nagyon sokat tud. 6 évesen az én apukám okosabb, mint a tied. 8 évesen apu nem mindent tud jól. 10 évesen apu gyerekkorában biztos minden másképp volt. 12 évesen á, apunak erről fogalma sincs. Olyan öreg, hogy már nem is emlékszik a gyerekkorára. 14 évesen
Ne is törődj a faterommal, olyan régi módi. 21 évesen, hogy ő ugyan már képtelen haladni a korral. 25 évesen, na igen, tud ezt azt, de hát ennyi idő alatt nem is csoda, ha ragadt rá valami. 30 évesen már így gondoljuk. Talán kérdezzük meg apu véleményét is. Elvégre ő a legtapasztaltabb. 35 évesen egy lépés sem teszek, amíg apámmal meg nem beszéltem. 40 évesen kíváncsi vagyok, apám hogy csinálta volna ezt. Olyan okos volt és elképesztően tapasztalt. 50 évesen pedig bármit odaadnék, ha most itt lehetne apám, én megbeszélhetném vele ezt a dolgot. Kár, hogy annak idején nem értékeltem az eszét. Sokat tanulhattam volna tőle. Az énekzene tagozatosok és a nem tagozatosok kórusának tagjai újfent megcsillogtatták tehetségüket.